Maite Perroni, Molnár Ilona. Daniel Arenas, Szabó Máté. Laura Zapata, Andres Kati. Inés Rodena ötletéből írta Maria Antonieta Kalugu Tieres. Erika Buenfil, Vándor Éva. Manuel Ojeda, Bognár Tamás. A macska. Pilar Pellicer, Kassai Ilona. Jorge Pósa, Posta Viktor. Leticia Perdigon, Makai Andrea. Juan Ferduszko, Rosta Sándor. További magyar hangok. Sági Tímea, Faragó András, Dányi Krisztián, Dögei Éva, Cető Roland, Kapácsi Miklós, Lamboni Anna, Bogdányi Titanilla. Zene Jorge Eduardo Murguía és Mauricio Arriaga. Fényképezte Jesús Acuña Lee, rendezte Victor Manuel Fuyú és Victor Rodriguez. Esmeralda! Esmeralda! Esmeralda, hol vagy? Anyu! Te itthon vagy, fiam? Igen, de megyek moziba, kérek pénzt. Micsoda? Tegnap kaptál. Jaj, anyu, mit gondolsz, meddig tart ki a pénz? Ugyan már, csak keveset kérek, pár pezót. Na hát, fiam, mégis mit képzelsz? Hogy nyomtatom a pénzt? Te tehetsz róla, hogy ennyit költök taxira. Miért nem engeded, hogy apu vegyen nekem kocsit? Egy kocsit? Még csak az hiányozna. Kocsit egy ilyen kis fiúnak? Amikor van sofőrünk? Igen, de mindig a vaksit fuvarozza, meg az öcsémet. Ne hívd így a hugodat. Inkább legyek vak, mint olyan gonosz, mint te. Anyukám, a lényeg, hogy találkozóm van. Ne légy bunkó. Több tiszteletet, fiatal urám. Kocsi és találkozók a te korodban, ez több a soknál. Anyu, ne csináld már. Mariano, elég. Moziba hívtam a kislányt. 1000 pezó bőven elég. 1000 pezó. A jegy biztos nincs 1000 pezó. Nem, de nem elég. Ha a moziba viszem, meg kell hívnom őt fagyizni, vagy ilyesmi. Jaj, meg vagyok áldva a gyerekekkel. Az egyik szórja a pénzt, a másik jótékonykodik az én holmimból. A harmadik Assisi Szent Ferencnek képzeli magát. Ha nem figyelek, koldusokat hurcol a házba. Mit csinálsz odafent? Gyere le! Gyorsabb vagy, mint egy dánvad. Mi az a dánvad? Dánvad, emmel. Így hívnak egy állatot, ami nagyon gyorsan fut. Jut eszembe, nem is tudom, te mit akarsz tőlem. Esmeralda, mi bajod van? Megbántottalak? Te éppen nem. De ott volt a muterod. Egyből kidobott. Azt mondta, nem akarja, hogy csavargókkal járj össze. És ha nem megyek, akkor a szolgáival jól hátsón billent. Hátsón billent? Na jó, valami ilyesmit mondott. De ez most tök mindegy, nem? Esmeralda, én nem tehetek róla. Anyu egy kicsikét... Az anyád születek boszorkány. Fent hordja az orrát. De csak az anyám. Nagyon lenézi a szegényeket. Úgy érzi, hogy meg sem csókolhatjuk a földet, amint tapos. Engem jól elküldött. Aj, el tudom képzelni, biztos bunkó volt veled, de azért ne hidd, hogy gonosz. Egyébként nem tehetek róla, hogy kidobott. Nem lehetsz rám mérges, érted? De te... Te örülnél neki, ha mindenért hibáztatnálak, amit az a nő tett, akivel élsz? Nem, dehogy is nem, de Rita néni nem az anyukám. Nekem nincs is anyám. Figyelj, ha nekem ilyen lenne az anyám, mi jobb lenne egyedül, mint egy kivert kutya. Ahelyett, hogy lányokat vinnél moziba, inkább tanulhatnál egy kicsit. Borzasztó jegyeket hoztál haza. Megígérem, hogy mindenből javítok az év vége előtt. De ne korholj állandóan, anyuci, elég! Ne hízeleg állandóan! Kapsz tőlem 1000 pezót, de több pénzt nem kapsz ezen a héten, megértetted?
Ne is kérj többet, fiam! Dehogy is, anyuci! Jaj. Szia, anyuci! Jaj, fiam! Azt nem is sejtett, hogy Pablo már kölcsön adta minden pénzét. Mondhatok valamit, anyu? Igen? Szerintem Mariano már teljesen a fejedre nőtt. Jaj, kislányom, csak visszamondod, amit hallottál, de mit tudsz te erről a te korodban, édes kislányom? Nagy lány vagyok. És ezt most komolyan mondom. Ha Mariano teljesen gonoszszá válik, és már nem ismersz rá, akkor már késő lesz. Jaj, Virginia! Megyek a szobámba. Ez azért mégiscsak túlzás. A bátyát szereti a fekete humort, de nem gonosz. Ez nem lehet igaz. Agustin ilyen hamar. Miért jöttél haza ilyenkor? Mi bajod, Agustin? Csak nem vagy beteg. Borzasztóan fáj a fejem, ennyi az egész. Veronika, vidd fel ezt a szobámba. Igen, messzie. És főzzenek nekem egy csészeteát. Igen. Napok óta idegesnek tűnsz, feszült vagy. Mi van veled, mi bajod? Már hogy ne lennék ideges és feszült? Nyakunkon van a nemzeti ünnep, és ilyenkor mindig van amnestia. Már megint az az ember. Igen, már megint. A fenyegetés, hogy kikerülhet onnan. Ne aggódj emiatt. Úgy tudom, a legsúlyosabb büntetéseket sosem engedik el. És őt főbenjáró bűnért ítélték el. Az is lehet, hogy felezik a büntetését jó magaviseletért. El tudom képzelni, hogy a napokban mégis kiengedik onnan. Nem hiszem. Na és aki eresztenék? Hogy érted? Nem fog ölbetett kézzel várni. Ne feledd, hogy mindenünk, amink van ebben a helyzetben... Ugyan már, Agustin, ugyan már. Jobban tennéd, ha lefeküdnél egy kicsit. Adok egy nyugtatót a teához, és fejfájás csillapítót. Ne rágódj már ezen, Agustin. Hidd el, nincs semmi probléma. Az a férfi bűnöző, és sosem kaphat amnestiát. Hidd el. Talán. De más miatt is aggódom. Igen? Gondolhatod... Biztosan ég a bosszúvágy a szívében, és meg is szökhet. És ha az a férfi megszökik, addig nem lesz nyugta, amíg meg nem talál. És akkor az életem fabatkát sem ér. Esmeralda, ne beszélj már így! Anyu talán egy kicsit... Az anyukád tök bunkó volt, és te is az vagy. Gyűlöletes és ellenszenves. Látni sem akarlak többé. Esmeralda! Esmeralda, ne légy már bunkó! Esmeralda! Esmeralda, ne csináld ezt, kérlek! Esmeralda! Esmeralda! Fiam, hogy haladsz a könyveddel? Fiam! Hol vagy, Pablo? Esmeralda, kérlek! Esmeralda! Mit keres a fiam abban a vízmosásban? Esmeralda! Esmeralda, kérlek! Omar! Omar! Ki az ördög vitte Pablót a vízmosásba? Az a helyzet, asszonyom, anya! Hogy én nem... Pablo egyedül ment el! Ez hogy lehetséges? A vízmosásba akart menni, de te nem engedted el! Tudod, milyen Pablo, ha a fejébe vesz valamit? Igen. Pontosan tudom, hogy milyen a fiam. Szörnyen engedetlen gyerek. Most rögtön oda megyünk a vízmosásba, Omar. Biztosan, asszonyom. Hiszen maga mondta, hogy az a hely veszélyes. Pontosan azért megyünk, Omar. A fiam ott van, és meg kell menteni. Veled megyek. Meglátod, a bátyád ma tiszteletet tanul. Ha azt mondom nem, akkor nem. Menjünk. Igen, asszonyom. Hol van a fiam, szégyentelen? Hol van? Rita asszony!
Rita asszony! Rita asszony, nyissa ki! Garabato! Mit akarsz, Harocsa? Nem tudod, hová ment Rita asszony? De igen, azt mondta, a buszmegállóba kíséri Inészt. Inészt? Iskolai kirándulásra viszik Teposztlánba. Csak holnap jön vissza. Nézzenek oda! Az egyiket utcára küldik kéregetni, és a nagyságos Inés éli az életét. Igen, ez a helyzet. Jaj, de meleg van. Rita asszony, pont magát keresem. Minek? Mi bajod már megint? Pont magát fogja megütni a guta, ha megtudja, mit hallottam. Rólam beszélnek? Nem. A Girhesről van szó. Hallod, ne csigázz tovább. Mit mondtak a gyerekről? Mit hallottál? Tegnap este lázadás volt a sitten, és Girhes a fia azok között volt, akik megszökték. Nem. Nem. Hol a fiam? Hol van a fiam? Mondom, hogy már réges-rég hazament. Anyu, ne ráncigáld már azt a lányt. Hazugság! Hallottam a hangját az ablakból. De ebben az undorító vízmosásban soha nem találom meg. Hol van most? Hol van most? Tőlem már elköszönt és elpályázott haza. Mégis hogy beszélsz? Mit képzelsz te magadról? Hogy elpályázott? Anyu! Anyu! Elhallgass! Azt mondta, maga nem akarja, hogy keveredjen velük. Azt mondta, többször nem találkozhatunk. És így is lesz, te lány! Mit képzelsz te magadról? Hogy mersz a fiammal barátkozni? Te átkozott! Anyu, minek sértegeted ezt a lányt? Te? Vidd haza, légy szíves, vidd haza gyorsan! Az igazság nem sértés. Nem vagy több egy egyszerű éhenkórásznál. És ha még egyszer a fiammal látlak, elintézem, hogy árvaházba kerülj! Mert biztosan nincsen apád és anyád. Mert ha lenne, biztosan nem engedné, hogy ilyen kusztustalanul lófráj. Gyerünk, gyerünk! Eszmeralda visszajön, érted? Inkább el sem mondom, amit az anyja mondott. Biztos nem engedik többet ide. Lehet, hogy ő sem tudja, de nem láthatom többé. Megszökött a kicsikém. Na, megnézhetem magamat. A drága fiam biztosan idejön. Egy gondol több lesz, de odaadhatja neki a pénzt, amit szegény macska és Szent Tavító gyűjtögetett. Nem ez a fő baj. Még nagyobb bajba kerül, mert megfogadta, hogy mikor kijön a börtönből, az első dolga lesz bosszút állni azokon, akik miatt bezárták. És így is lesz, Harocsa. Elég pár nap, és hidegre teszi azokat, a fickókat. Ha a Girhes tényleg idejön a telepre, szegény Eszmeraldának még rosszabb lesz. Pablo, már megint visszajöttem. Úgy kell mondani, hogy eljöttem, vagy meglátogattalak. Á, hagyj békén, én úgy beszélek, ahogy tudok. Sokat gondolkodtam. És azt hiszem, igazad van. Nem tehetsz róla, amit beszél. Amit mondott. Amit mondott. Pablo, hiszen értetted, nem? Úgy beszélek, ahogy tudok. Nem tehetsz róla, hogy az anyukád úgy beszélt. Most én kérek bocsánatot. Megbocsátasz, Pablo? Hát persze. Igazán? Igen. Tudod, mit hoztam? Mit hoztál nekem? Hát sok mindent hoztam, például sonkás szendvicset. Komolyan? Igen. Nézd csak! Milyen nagy és színes! Mit hirdetnek? Nem tudod elolvasni? De igen, de... Nem tudsz olvasni, Eszmeralda. Pablo nincs itthon, Virginia. Az a nyomorult kölyök becsapott. Anyu, az csak egy lány. És ha Pablo vele van, nem esik bántódása. Hogy mondhatsz ilyeneket, Virginia? Ezek az emberek olyan rosszfélék. Anyu, tudod, hogy én másként gondolom? Most megyek a szobámba. És kérlek,
Ha Pablo hazajön, ne büntesd meg nagyon. Ha Pablo hazajön, akkor hálát adok az Úrnak. A fiam a koldus nép befolyása alatt. De túl kell járnom az eszükön. Megértetem Pablóval, hogy mi a dolga. Na jó, nem mindegy neked? De mégis hány éves vagy? 10-11? És nem tudsz olvasni? Mégis honnan tudnék? Nem jártam iskolába. De miért, Esmeralda? Hiszen kötelező. Nekem nem. Minek könyvekkel és füzetekkel vesződni? Nekem kéregetnem kell. Akkor itt a néni is örül, és nem veri szét a képemet. Esmeralda, nem akarsz megtanulni? De hogyan? Ha gondolod, megtanítalak. Nem, anyád nem engedné. De hát anya... Az anyád itt keresett az imént. Tessék, és eddig miért nem szóltál? Csupa ocsmánságot vágott hozzám. Pablo, ígérd meg, hogy mindig barátok leszünk. Megígérem, Esmeralda. Anya soha nem választhat el. Megfogadom. Uram! Nem ismeri a bajuszt? De! Ide hívná? És ha az a férfi megszökik, addig nem lesz nyugta, amíg meg nem talál. És akkor az életem fabatkát sem ér. Jaj, miért szökne meg az a fickó? Igen, lehet, hogy amnestiát kap. De nem hiszem, hogy kiengedik. Újabb hírek a ma hajnali nagy fogolylázadásról, ami Mexikóváros déli fegyházintézetében tört. A nyomozóhatóság nyomatékosan felszólított, hogy nem adhatjuk közre a szökevények nevét, mert ez árthat a nyomozásnak. De a hírt most már megerősítették. Én vagyok a bajusz, vagyis így hívnak a haverok. Szívességet szeretnék kérni. Kérdeznék én valamit, de úgy, hogy más ne tudja. Emiatt ne aggódjon. Nincs itt senki. Mondja csak, amit szeretne. Egy barátnőm, Harocsa, azt mondta, hogy maga mesélte, nagy kavarodás volt tegnap. A foglyokról van szó, akik meglógtak a fegyházból. Igen. Mit érdekli ez magát? Mert Chucho Urrea, a fiam. Igaz, hogy sikerült megszöknie? A rendőrség már biztos elfogta, de miért nem értik meg, hogy egy ilyen szökés nagyon veszélyes lehet? Mit tehetünk, hogy megvédjük magunkat? Elmegyünk. Elmegyünk minél előbb és minél messzebbre. A családi gondjaimat majd én megoldom. Esmeralda! 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 Nem kell félned. Megígértem valamit, és neked is meg kell ígérned, hogy megfürdesz és megfésülködsz. De én nem akarom megígérni. A javadat akarom, Esmeralda. Amíg így nézel ki, nem látszik, hogy milyen szép vagy. Ez nem is igaz. Túl sovány és ronda vagyok. Gyönyörű a szemed. Ha majd felnövök és megtanulok festeni, festek rólad arcképet.
Persze, csak ha megfürdesz és megfésülkedsz. Na jó. És most mi lesz? Megehetem a szendvicsemet, vagy meglátod, hogy tudok karolni? Igen. Akkor én majd cserébe megcsikizlek. Csúcsot mindenki Gérhesnek hívja. Igaz, hogy a fiam is megszökött? Igen. És biztos benne? Igen, biztos vagyok. Tudja, ma kora reggel elmentem a beszélőre az unokaöcsémhez. És beszélt vele? Igen, ő mondta nekem, hogy Gérhes meg a többiek meglógtak. És a kótárban nagy pajtások voltak, hát az unokaöcsém aggódik érte. Hogy? Hát mert Gérhest meglőtték. És mégis hová kellene elmennünk? A birtokra? Aj, dehogy is, csak külföldre, New Yorkba, Európába. De hogyan? Csak úgy induljunk el? Mit fognak szólni a barátaink? Ne légy nevetséges, Lorenza, kérlek! Most ne fájjon a fejed a barátaink miatt. Egy váratlan üzlet, orvosi vizsgálat, majd csak kitalálsz valamit. A lényeg, hogy menjünk el mi hamarabb. De Agustin, nem kellene várnunk egy kicsit? És mire? Amíg kiderül, hogy alaptalan a félelmünk. Azt hiszem, holnap leközlik a szökevények nevét. És ha nem is lesz rajta azon a listán... És ha rajta lesz? És ha rajta lesz azon a híres listán? Talán már nem is olvashatjuk a nevét, mert a halottak nem tudnak újságot olvasni. Lehet, hogy kinyírták? Nem, azt nem hinném. Biztos csak megsebesült. Megsebesült? Jaj, szűzanyám. És ha súlyos? Azt nem tudom. Tudja, hogy megy ez? Mindenki beszél, de semmit se tudunk. Az egyik azt mondja igen, a másik, hogy nem. Jaj, ha most meghal a kisfiam. Minek éljek tovább ezen a szemét telepen? Ne mondjon ilyet! Ezt el kellett mondanom, hogy felkészülhessen. Rosszabb lenne, ha holnap olvasná az újságban, és semmit se tudna. Jaj, hölgyem. Ez erős volt, ugye? Ne bánkodjon. Sírja csak ki magát. Nem bírom. Már sírni sem tudok. De valamit érzek. Mintha kitépték volna a szívemet. Megyek már. Asszonyom, na és ha elgázolja ez a tricikli, mondja csak, merre lakik? Ott, ahol Harocsa lakik. Igen, most hazakísérem. Nem engedhetem így haza, asszonyom. De előbb veszünk egy palack tekilát, mert most innia kell valamit, valami erőset. Szagold meg, ez Jászmin. Az anyám fürdőszobájából. A mindenit ellopta tőle? Nem, dehogy is. Az nem lopás, ha elhozok valamit. Lárifári, ha elveszel valamit, az lopás. Az igaz. De nem érdekes, én nem foglak feldobni. Tessék? Szórakoztam veled. Oh. Persze, hogy nem árulnálak el. Jaj, tök jó dolgokat hoztál nekem. Jaj, és hoztál valamit kis hercegnek is. Hát igazából neked hoztam, hogy kösd a hajadba, ha végre megmostad. Értem. Na jó, mutasd. Tessék, te sem szeret mosdani, tessék. Ez meg mi? Hintőpor. Nem, a hintőpor nem arcra való. Tudom. Tessék. Mindent itt hagyok neked, de aztán használd a szappat. Hát nekem ez tetszik a legjobban. Nem vesztegethetjük az időt elméleti vitával. Azt írják, este volt a kitörés, és már elmúlt 12 óra. Könnyen lehet, hogy ez az ember már itt ólálkodik. Jaj, ugyan nem hinném, hiszen nem tudja a címünket. Ne feledd, hogy amikor megtetted, amit tettél, elköltöztünk, és új irodát kerestél Palmarsban. Szerinted meddig tart kideríteni neki az új címemet? Azonnal el kell hagynunk az országot. Szólj a gyerekeknek! Addig kiderítem, milyen járatok vannak este. Menj, hívd őket!
De mit mondanék nekik? Hogy pakoljanak össze, mert el kell utaznunk. Nem, ugyan már. Iskola időben? Az égre. Nagyon furcsa lesz az egész. Kérdezősködni fognak. Hát ne kérdezzenek, csak segítsenek. Nem. Nem kisgyerekek többé Augustin. Főleg Mariano nem az. Hát akkor majd megértik, hogy mi történt. Nem. Nem teheted velük, Augustin. A gyerekek nem tudhatják meg soha. Kérlek, ígérd meg, hogy sosem mondod el nekik. Az agyamra megy már ez a titkolózás. Érdemesen kell fellépnünk, ne veszítsük el a reményt. Hányszor mondtad te is, hogy egy jó ügyvéd mindig őrizze meg a hideg vérét, és mindig uralkodjon az érzésein. Ha pánikba esünk, azzal nem nyerünk semmit. Csak pár órát kell várnunk, és tudni fogjuk, hogy az a férfi tényleg megszökötte, vagy nem. Mennem kell, tényleg későre jár. Ha Rita néni rajta kap, hogy veled beszélgetek, ahelyett, hogy kódolnék, letépi a fülem. Ne, állj csak meg! Akkor megtanítsalak olvasni? Akkor délután majd itt várlak, jó? Hozok neked könyvet, füzetet és tollat, hogy írhass. Ez csodás, de minden nap nem. Kéregetem is kell. Igen, tudom, én is nagyon szégyellem, de pénzt kell vinnem Rita néninek, különben megver. Egyébként sem értek máshoz. Ha tudsz olvasni, szebb életed lehet. Én minden nap eljövök, és ha te is el tudsz jönni, majd tanítalak. Meglátod, milyen jó a tanulás. Egy betű ma, egy betű holnap, és mire észbe kapnál, már minden hirdetést és könyvet el tudsz olvasni. Könyvet? Semmi. Nem, még nem jelent meg sehol a szökevények neve. Tényleg megőrít ez a bizonytalanság. És meg kell fésülködnöd. Megmosdani és szépen felöltözni. Jó. Tiszta morzsa a szád. Tessék, töröd le. Jó, de tiszta ez a kendő. Igazán tetszik. A gondolat tedd csak el. Nem. Épp eleget adtál. Na és aztán? Akkor tarts meg emlékbe. Na jó, köszi. Ha majd nagy leszek és sok pénzem lesz, mindent megkapsz, amit csak akarsz. Jó, addigra már nekem is lesz pénzem, és bármit megvehetek magamnak. De ahhoz, hogy sok pénzt keres, sokat kell tanulnod, és sokat kell tudnod. Tanulni fogok. Sok mindenre megtanítasz. És mindig barátok leszünk, mert megígérted. Igen, Esmeralda. Mindig barátok leszünk. Egy, kettő, három. Rohanjunk! Megjöttem, Rita néni! Hoztam sajtos fánkot vacsorára. Mi történt, Rita néni? Keljen fel, kap tőlem sajtos fánkot. A végén megfázik. Na már csak ez hiányzott. A józan akkor is elég rossz. Megfürödtél? Igen. A végén még elfogysz. Minek neked hetente kétszer mosdani? Te meg egyszer sem. Macska! 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 Van valami újság. Te nem mentél dolgozni? Nem. És a vénasszony? Hát úgy látom, alszik. Azt hiszem, jól kiütötte magát. Na jó, ezt meg tudom érteni, mert rémes híreket kapott szegény. Ezt nem értem. Figyelj, csukd be az ablakot, és mindent elmondok. Bezárom az ablakot. Képzeld csak, Bajusz azt mondta, hogy tegnap este... Jaj, nekünk lőttek! Ez a gírhes füttyele! Ez a fügyszó... Nem, de ő nem lehet! Hiss itten ő! Biztos vagy benne, hogy ez gírhes füttyele? Igen. Kapcsold le a villanyt! Jó. Menj! Menj gyorsan, kisfiam! Csöndesen! Csöndesen!
Meglátjuk, mit mondok anyának. De Esmeraldát tanítani akarom. Esmeralda, megtanítalak olvasni. Jaj, minek engedték ki? Nem engedték ki, megszökött. Felébresztjük a nénit? Nem, inkább ne. Ha az az átkozott azt hiszi, nincs itt senki, biztos elmegy. Ne hidd, hogy olyan könnyen feladja. Biztosan látta a fényt, és másrészt meg sajnálom a nénit, mert már tudja, hogy a fia megszökött, és nagyon ideges lett. Igen, lehet, hogy a fiad, de csak azért jött, hogy bajt kavarjon. Hát igen, de azért ez mégis különleges alkalom. Inkább ébresszük fel a nénit, mert a végén mi leszünk a hibásak. Rita asszony! Gyere! Rita asszony, kérem, ébredjen fel! Rita asszony, magához beszélek! Rita asszony! Jaj, kérem, Rita asszony, ébredjen! Rita asszony, kérem, ébredjen! Itt van a fia! Jaj, ne! Nem ébred fel! Mindjárt leöntöm egy pohár hideg vízzel, hát ha felébred. Az lenne a legjobb, ha elmenne az a gazvickó. Egy ideje már nem fütyörészik, lehet, hogy elment. Elmehetett. Megnézem, jó? Most közölték le a szökevények nevét a tegnapi börtönlázadás után. Te vagy az királynőm? Anyám, én vagyok az. Kinek az anyja? Engem csak a férjem hív királynőmnek. Mégis mit akar most tőlem? Rita asszonya van beszédem. Nyissa már ki! Itt nem lakik semmilyen Rita. Csak a férjemmel lakunk itt. Hogy nem lakik itt? Ebben a kunyhóban lakik Rita asszony Inésszel, azzal a kölyökkel, meg azzal a lánnyal, a macskával. Hívja ide! Beszédem van vele! Nem veszíthetjük el a fejünket, értsd meg szívem! Mégis mit vársz tőlem, ha tudom, hogy ez a férfi? Az a férfi a múlt része, a gyerekeink pedig a jelenünk. Bármikor felbukkahat az az ember, magad is jól tudod. De azt is tudom, hogy Virginia, Mariano és Pablo szeretnek és tisztelnek minket. És ha kiderül az igazság, a gyerekeink csalódnak bennünk, és ezt nem engedhetem meg, Agustin. Soha! Ha a géres rájön, hogy itt vagyok, elhagyja bugyáját. Halott nyugaton! Csak legyen! Elég volt! Hívja ide Rita asszony, de gyorsan! Maga a macsát keresi meg Rita asszonyt? Süket vagy, mégis kimást! Ők már elköltöztek, réges-régen, mert az úr kidobta őket, mert sokkal tartoztak. Hája! Fene, vinnél el! Mondja! De tudja, hová költöztek? Nem, de azt beszélték, hogy elköltöztek valahová. Azt hiszem, hogy talán Viába. Ezt nem hiszem el. De olyan messzire? És legalább a címüket megadták, mondja? Haja! Már mindent elmondtam, amit tudtam. Ne hangoskodjon már ott kint, mert haja még felébreszt valakit. Kapcsolt fel a villanyt! A csodába! Jó messzire elküldted! Egész Villáig! Jó Istenki! Már reggel van. Szomjas vagyok. Nem erre. Nem tudom, minek hallgatom arra, mi haszna bajuszra, mikor nem iszom. Santa Vito! Macska! Nincs itt Santa Vito, nincs itt Orinész, és nincs itt a macska.
kávénak való víz sincs. Az az átkozott elment. Persze minek is törődne velem. És már is jönnek a vendégek. Biztosan Harocsa hozott valamit reggelire. Kicsoda maga? Mit akar? Lenne pár kérdésem. Mit akar tudni, kicsoda maga? Egy jó barátom itt járt az este, de nem találta azt, akit keresett. Azt mondták, elköltözött, és elküldték Villába. De hát Villában senki sem ismeri Rita asszonyt. Rita asszony? Én vagyok! Ki jött hozzám tegnap este? Csak egy kis aprót kérek. Az ég szerelmére egy fezót kérek szépen. Rágót! Rágót vegyenek! Rágót vegyenek! Jó reggelt, Rita néni! Merre lófráltál te, lány? Nézze csak, húsos szendvicset hoztam és meleg teljes kávét reggelire. Hogy jutott eszedbe azt mondani a fiamnak, hogy elköltöztem? Én? Ezt most tényleg nem értem. Mindjárt mindent megértesz, ha kapsz egy oltári maflást. Mi ütött magába, Rita néni? Büntetést érdemelsz, amiért ezt tetted. Takarodj! Takarodj és ne kerülj a szemem elé! Jó reggelt, asszonyom. Itt vannak az újságok, amiket kért. Köszönöm. Elnézést, asszonyom. Jól van. Jó reggelt. Jó reggelt. Megvettem minden újságot. Mindent elolvasok, hogy teljesen biztosak lehessünk, hogy az a férfi nem szabadult ki. Hozzák be hallgatagot! Hallgatag, nos, rossz híreim vannak. Megtagadták az amnestiát. Egyelőre. De csak egy ideig lehetünk nyugodtak. Gondoltam. Sajnálom. Megtettem, amit lehetett. Kedvező jelentést adtam, de... De mégsem szabadul. Jó magaviselettel csökkentheti a büntetését. Oly kevés. Börtönben fogok megrohadni. Itt fogok meghalni. Ne legyen ilyen borulátó, hallgatak! Akik ide küldtek engem, jól tudják, mit csinálnak. Magam sem értem, hogy kaphatott ilyen büntetést. Talán megérti, ha megtudja, hogy mindenem elvették. Mindent el fognak követni, hogy ne szabadulhassak innen. Mert félnek, mert lelkiismeret furdalásuk van. De... Maga tényleg megölte azt az embert? Önvédelemből tettem. De az ellenségeim társa egy igencsak befolyásos és neves jogász. Maximális büntetés kért rám. 30 év emberülésért. Minden súlyosbító körülménnyel, amit csak el lehet képzelni. De ha egy nap kijutok, retteghet, aki ide juttatott. Addig nem nyugszom, míg nem végzek velük. És a bosszum borzalmas lesz. Rita asszony azért fogadott be, hogy kéreges. Persze Szent Avítót is. Nagyon kedves tőle. Hát igen, öreg. Ha valakinek nincs anyja, ilyen az élete. Nekem sincs sem anyám, sem apám. Nekem sincs, árva vagyok. De Mercedes olyan, mintha az anyukád lenne. Nagyon szeret téged. Rögtön látni rajta. És fogadok, hogy sosem szokott elverni, mint Rita néni engem. Hát néha eljár a keze, de az is a javamra van. Azért, hogy ne szüljek el. Azt mondja, embert farag belőlem, és nem maradok tudatlan, mert aki nem tanul, az soha nem kerül el innen. Ez igaz. Sokat görizik, hogy te iskolába járhass. Igen,
Igen, igaz, és figyelj, macska, amikor elegem van a suliból, eszembe jut anya, Mercedes. Folyton mos, és egész állónap csak vasal, és inkább tanulok tovább. Különben sokat kell tanulnom, míg ügyvéd leszek. Na, figyelj már, álmodik a nyomor, Damián. Hogy lennél már ügyvéd? Pedig ügyvéd leszek, hidd el nekem. Majd meglátod, nevessetek csak. Én elhiszem, nem nevettelek ki. Pablo szerint mindent elérhetünk, amire vágyunk az életben. És Pablo nem szokott hazudni. Nem fogom becsapni, hallgatag úr. Megpróbálhatjuk még egyszer, de nem lesz könnyű. Amnestiát kapni egy ilyen komoly büntetéssel... 30 év emberölésért... Igen, megöltem egy férfit, de ismétlem, önvédelemből cselekedtem. Nem vagyok én gyilkos, csak áldozat vagyok. Tudom, hogy a bosszú nem adhatja vissza, amit elvesztettem. Az otthonom, a feleségem életét, a lányomat. A hosszú éveket a börtönben, a nevem méltóságát. De bosszút állok. Akkor is, ha az lesz életem utolsó tette. Azoknak, akik tönkretették az életemet, meg kell fizetniük mindenért. Kíméletlen leszek. Édesanyám, maradj csúdnán! Segítened kell! Megvan a pénz? Jó van, akkor mennünk el! A nyomomban vannak! Üldöznek! El akarnak kapni! A földre! Le a földre! Hagyjon már! Fiam! Engedjék el! Ne mozduljon! Engedjék el a fiamat! Engedjenek! Engedjék el! Felállni! Nagyon kérem, asszonyom, menjen innen, kérem! Mit akar tőlem? Gyerünk, elég legyen! Menjen innen! Mehetünk! Hagyják! Menjen innen, kérem! Kisfiam! Fiacskám! Vigyel innen! Látni akarom! A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette.